Ja, és vigyázzanak a barátaikra. A volt barátaikra. És vigyázzanak a járdaszegéllyel. És persze a többi motorossal. Valójában több kell a mopeden maradáshoz, mint hinnék. Nem árt, ha hozzávesszük a jó öreg barátjukat, a tudományt. A teljes stabilitáshoz az egyesített súlypont az alátámasztási pont felett kell, hogy legyen. De a moped kiskerekei közel vannak egymáshoz, így csökken a stabilitás. A keskeny támaszpontnak mozgásban kell lennie a súlypont miatt. A pörgetyű hatás nyújt valamennyi stabilitást, de minél lassabban forog a kerék, annál kevesebb lesz. Kijelenthetjük, hogy a moped nem a legstabilabb jármű. De ha a kerekek elég gyorsan forognak, segít a pörgetyű hatás. Nos, most, hogy ismerjük az alapokat, próbáljunk egyenesen haladni. Ez egyenes volt, csak rossz irányban. Nekihajtott az utánfutónak. A kis alátámasztási felület kikerült a súlypontja alól. Ó, az egykerekezés! De ne aggódj, a súlypont az alátámasztási felület felett van. Nagyjából. Most lassíts, és állj vissza a biztonsági helyzetbe. Látod? Biztonságos parkolás. A következő a megállás. Vajon stabilan tudja tartani ez a kis hölgy a motort? Ó, nem, nem tudja. A pörgetyű hatás eltűnt, ahogy a kerekek lelassultak, és a lába túl kicsi és gyenge, hogy megakadályozza a borulást. Igen, eldőltél. Egyenesen menni egy dolog, de ha balra vagy jobbra kell dőlni, van egy pont, amikor a giroszkópikus stabilitás felülkerekedik, és a jármű meginog. Kitalálják, hol van? Igen, valahol ott. Ha túlságosan kidőlünk kanyarodáskor, nem segít majd a pörgetyű hatás. Neki megvan? Neki megvan? Nyilvánvalóan nem. De legalább használ indexet, mielőtt eldőlne. Ennek a lánynak megy. Jaj, ne! Carly! Ó, még egyszer giroszkópikus stabilitás, súlypont az alátámasztási felület felett, és vigyázzanak a kocsikkal!